Egy egyéni csúcsnak mindig örül az ember, de annak is, ha az idei legjobbját megfutja. A rajt szokásosan jól sikerült. Mi volt esetleg, ami nem volt elég a bronzéremhez? Szerintem itt még mindig a kis bizonytalanság bennem, ugye? Nagyon-nagyon örülök, szerintem ez így látszódik is rajtam, és amikor beértem is nagyon örültem, mert azt éreztem, hogy eléggé közel voltam az elől lévő lányokhoz. Ugye ide úgy érkeztem, hogy kicsit, hogy úgymond újjászülessek, és én ezt a versenyt most úgy fogalmazném meg, hogy a Hanvaiból feltámadó főnix madár vagyok, mert ugye 2 éve nem volt jó szezonom. Tehát ugye tavaly év ugye a Covid is bejött, sérüléssel szenvedtem nyáron. Ugye a mostani fedett pályás szezonom, ne is beszéljünk róla, tehát szerintem az egy legmélyebb pontja volt a karrieremnek. És nagyon akartam jól futni. Ugye a szezonom elején nagyon rosszul sikerült. 13-60-at futottam, 65-öt futottam 2 hete a spanyolországi versenyen. Igaz, hogy betegséggel küszködtem, de nekem ez most nagyon kellett a lelkemnek, és azt érzem, hogy ez adott egy nagyon-nagyon bizalmat, és hogy igenis továbbra is van keresni valamit. Egyrészt gondolom, te is örülsz annak, hogy újabb magyar versennyel így erősödik van. Ez a mezőny most itt a Continental Tour sorozatban, a bronz kategóriában, valamint, hogy még hány versenyed lesz, mert pont ott a határon mozogsz, hogy az első 40-ben benne legyen így az olimpiai van. Csapatban. Pont holnap reggel én utazok Prágába, úgyhogy hétfőn már rajtozálok Prágában. Kedden utazok tovább Marseille-be, és szerdán pedig Marseille-ben fogok versenyezni. Úgyhogy szerintem ez most nagyon jól jött, ez a 13-14-es idő. Ez nagyon nagy löketet adott számomra, és szerintem az edzőimnek is, és alig várom, hogy Prágában újra rajthozálljak. És nagyon remélem, hogy lesz egy kis szerencsém, és hátszelem lesz, mert ugye most is szembeszélünk volt, és nagyon remélem tényleg, hogy akkor biztos, hogy össze fog jönni egy nagyon jó idő is, és újra egy 13 másodpercen belüli idő. Egy biztos, hogy Tatabánya az már számodra kedves marad. Az biztos, én 14 évvel ezelőtt futottam itt először és utoljára a serdülő országos bajnokságon. Akkor is jó emlékem volt, az itt futottam életem első 100 méteres gátfutását, és rögtön döntőbe kerültem, 8.-ként végeztem, és nekem jó élmény volt, és hál' Isten most is nagyon jó élménnyel fogok hazamenni.